Szeretettel köszöntök minden demokratát! Nagyon jó itt együtt veletek! Nagyon jó kiállni az emberi méltóságért, a munkavállalók jogaiért, azért, mert mi is európai állampolgárok vagyunk. Akár tetszik ennek a hatalomnak, akár nem, a magyar állampolgárok éppen ugyanúgy európaiak, mint a nyugat-európai társaink. Ugyanazok a jogok illetnek meg bennünket, benneteket is, mint bármely nyugat-európai munkavállalót. Azért vagyunk itt a mai napon, hogy ezt mindennél hangosabban elmondjuk ennek a kormánynak, bármit is mond rólunk, bármit is állít azokról az emberekről, akik advent harmadik vasárnapján kimennek az utcára. Hát mutassuk meg, hogy azért vagyunk itt, mert teljesen mindegy, hogy milyen napot élünk. Az a lényeg, hogy alapvető jogainkban és méltóságunkban egyetlen kormány sem sérthetnek bennünket. Hívják annak a fejét Orbán Viktornak akár! Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy bár az elmúlt 8 év kormányzása arról szólt, hogy ez a kormány folyamatosan minden magyar állampolgárt megsértett a jogaiban, akár egyéni, akár csoportos szinten, nem csak a munkavállalókat, gyereket, felnőttet, nyugdíjas egyaránt. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk a kormánynak, hogy ez az a pont, amikor elég volt, és ez az a pont, amikor elegen vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni, hogy többen vagyunk, és többen leszünk, mint azok, akik eddig ezt a kormányt valaha is támogatták. Mert ki kell állnunk egymásért, és láthatjátok, mi kiálltunk már a munkavállalókért, kiállunk mindenkiért, függetlenül attól, hogy melyik politikai közösséghez tartozunk. Úgyhogy gyertek velünk, és csináljuk közösen, mert ezt a kormányt is meg tudjuk dönteni.